A jó hangulatú beszélgetések támogatója a Borsuttogó. Hashtag No Filter. Filter nélkül. Az inspiráló, magabiztos férfiak magazinja. A műsorszámot Anutriverzum támogatja. Szép jó napot kívánok mindenkinek, nagyon sok szeretettel köszöntöm a hashtag nőkfilter no nők filter nélkül hallgatóit és YouTube nézőit, én Köböl Anita vagyok, és itt ül velem a stúdióban mai vendégem, aki ismételten egy férfi, és ugye még most kezdtük ezt az új koncepciót, hogy férfi vendégeim is vannak, úgyhogy ez lehet, hogy számára meglepő, és akár a hallgatóink számára is, de nem véletlenül itt velem a stúdióban, Kembe Szorál, Artur, szervusz, jó reggelt kívánok! Hello, szia Anita, és a hallgatókat, nézőket is köszöntöm, köszönöm a meghívást. És szorállal megbeszéltük, illetve ide van nekem nagybetűkkel írva, hogy én téged most tartalomgyártóként köszöntelek. Na. most ez a periódus van az életben, úgyhogy nyilván voltak korábbi helyzetek, élethelyzetek, ami, ami vagy a sporthoz, vagy a televíziózáshoz, vagy a színpadhoz, vagy a filmezéshez, vagy most mondhatnám hosszasan, kötöttek, de most már most nem az van, hát lehet, hogy majd lesz valamikor még. De pont kérdeztem tőled a háttérben, és szeretném, hogyha megosztanád a hallgatóinkkal a gondolatodat arról, hogy miért szűnik meg mindaz, amit korábban csinálta, vagy miért nem kapcsolódik a nevedhez akkor, amikor mondjuk én például itt téged bemutatlak, tettem, most már nem vagy színész, nem vagy sportoló ezek szerint. Hát, mert hogy most nem, nem történik ebben igazából semmilyen mozgás és semmilyen helyzet nem adódik. Tehát, att, tehát, valamiből viszont élni kell, és akkor ettől persztől kezdve az vagy, amiből élsz. Tehát ha nyilván vannak helyzetek még azért, tehát Istenek van nagyon sok amerikai, meg mindenfajta brit produkció, Netflix, meg BBC is produkció, ami itt forog Magyarországon, és nekem az angol, meg a francia nyelvtudás ebben azért segít elhelyezkedni, mert én azért koncepciózusan egy jó 10-15 éve Elkezdtem elvállalni olyan feladatokat, hogy átmehetsz a háttérben, aztán utána, utána nem tudom. A karrier csúcs. Így van, aztán utána azt mondták, hogy jó, akkor most már mondhatod azt, hogy egyszer, akkor beléptem egy ajtón és azt mondtam, hogy yeszőr, és akkor egyre több szöveg jött, és, és nem tudom, a csúcsa az az volt, hogy misét celebráltam angolul valami, nem tudom melyik BBC-s sorozatban, és üttök. Tök jó, hogy tetten érhető egy ilyen, ilyen fejlődése. De most megint lesz majd nyáron, de akkor majd színész leszek, most nem az Újra színész lesz. Mondjuk van ebben igazságod, én, én most, hogy hallgatlak téged, kezdtem el ebbe belegondolni, hogy mit fénykoromban még én is modellkedtem, de nem teszem ma oda a nevem mellé az, hogy egykori modell vagy modell, tehát hogy igazad van abban, hogy végül is elhagyhatunk ilyen titulusokat. de hogyha, hogy mondjuk attól, az egyik felem kongói, és ott azért jellemzően szeretik kumulálni a titulusokat, tehát hogyha tehát nem ekkora névjegykártyájuk, mint itt Európában, ilyen ekkora névjegykártyájuk, csak most hülyeskedek, mert minden titulus rajta van, ami valaha volt az ember. És hogy ilyen furcsa így. Miközben kell-e vajon ahhoz, hogy saját magadat mások szemében pozícionált, hogy akár gyorsan csak átfutva az, hogy mi minden van mögötten, akkor ő téged el tud helyezni valahol a térképen. Arra van a net. <laughs> és gondol, jó napot kívánok, Kembe Szorál vagyok. A netet, ha felcsapja, meg tudja, hogy kicsoda, és akkor gyorsan elkezdi egy beszélgetést. Hát, mert hogyha, hát, hogy, egy, hogyha tudod, hogy kivel találkozol, nyilván megpróbálod rá képbe helyezni saját magadat, hogyha üzletileg akarsz valakit, akkor arra ott vannak azok a háttérinformációd rejtő oldalak, amikből meg tudod csinálni, hogy majd látni, hogy a vállalkozása milyen, az ember milyen, tehát mindenfajta infóhoz hozzáhúz. Vagy hogyha utólag kell, ezt akkor utólag csinálod, meg addig, meg úgyis, hát idézőes jópofizás zajlik, meg az első körök. Na még akarok veled egy picit én is pofizni, aztán belevágunk abba, amiért egyébként, ugye férfi vendégek is itt vannak nálam a műsorban, ez az idei év újítása, az értem szerint nem más, mint a férfi-női viszonyok és kapcsolati rendszernek a körbejárása, a kitaglalása, és téged is azért hívtunk meg, mert hogy markáns véleményed van egyébként azon a felületen, ahol most a legaktívabb, vagy ez nem más, mint a TikTok, de előtte még kicsit szeretnélek téged is kérdezni a jelenlétedről. Tehát, hogy, hogy hogy, kerültél te egyáltalán a TikTokra? Mert azt látom, hogy tökre megtaláltad magad benne, és én bár nem vagyok nagy TikTok felhasználó, de ugye a kezdetektől, hogy felfeldobálta egy-egy videódat, és nem tudom azt megmondani neked, hogy, hogy hogy korábban is ennyire markánsan tudta-e és vállalta-e a véleményet bizonyos kérdésekben, de itt iszonyatosan vele áll volt ebben számodra tudatosság, vagy azt vetted észre, hogy, hogy ez tetszik az embereknek, ez kell, ez akár jóra is fordítható, mármint hogy egy picit tudja a gondolkodást megreformálni, és akkor ebben úgy, ebben úgy tudsz működni, és jól érzed uh -huh. magad. Én azt gondoltam, hogy, és mindig is azt gondolom, hogy mindennek megvan a helye a bármilyen rendszerben, és, és a TikTokot azt nagyon trash felületnek titulálták, mm. hozzáteszem az is, de hogy, mert hogy mindenfajta hülyeség megy rajta, a trendek, a nem tudom mit, és mindenki próbálja, nem tudom, miket csinálni, higítót isznak, és akkor az milyen menő. Tehát ennek nincsen semmifajta értelme, de hogy mivel megtekintés alapú a TikTok algoritmusa, ezért azt gondolom, hogy ha vannak olyan tartalmak, amik nem feltétlenül tressek, az is eljut oda, akit, akit érdekel. És nagyon fiatal a korosztály, ugye az alsó Réteg, de már van 50-60-as TikTokker is, akik tartalmat gyártanak, illetve akik tartalmat fogyasztanak, és én azt gondolom, hogy odáig el lehet jutni. És hogyha olyan tartalmat adsz ne nekik, amik, amiket ők szeretnek, az eljut oda. És ez szerencsére eljutott oda. Nem feltétlenül azok követik az én videóimat, vagy reagálnak a videóimra, akik, akik a trest szeretik mert nem érdekeli őket a, az a fajta tartalom, amit én gyártok, azok reagálnak, akik, akiket érdekelik a, a, mélyebb gondolatok, vagy, a, vagy bármilyen fajta iránymutatás. Bizonyos értelemben ön azt gondolom a, a tartalmaidról, hogy, és ezt most értsd, globálisan, hogy olyan rendszerkritikus, és ez most nem politikai értelemben rendszerkritikus, hanem hogy a, annak a világ rendnek, vagy rendszernek, amiben mi most élünk, azért te mutatsz egy, egy megfelelően görbe tükröt. Hát igen, az, az, az görbe, az, szerintem tök tükröt. Hát vagy a valóságot <coughs> mutatott, igen, tehát, hogy persze az ember ül, és az előadás módodra az megmosolyogtatja, és egyébként meg azt mondod, hogy mint igaza van. Persze, és azt, azt gondolom, hogy hogy ha, ha valakinek ez nem tetszik, azt nem kell nézni. Tehát én azért nem szoktam érteni azt, hogy elkezdik fikázni idézőjelbe azt, amit mondasz, mert akkor mit nézett? Tehát akkor nem kell. Senki nem érti egyébként. Ja, valójában, akkor akkor menj aztán én el vagyok, nem ebből élek. Én csak a szabadidőmnek egy részét áldozom fel arra, hogy ezeket elmondjam, és nem magamba duzzogjak otthon a, a kanapén mögött, vagy a, a, az íróasztal mögött, mint ahogy azt több százezeren csinálják, és akkor duzzog, és akkor majd megírom neki, és mondd mond el, névvel, és akkor nincsen probléma. Szerintem ez egy tiszta sor. És akkor nincs az, hogy, hogy hogy benned ragadnak dolgok, de hogy attól, amíg, attól kezdve, amíg nem tudom, user, ez 1.674.562-ként vagy te apostrofálva, és bárhova odaírogatsz bármit, ez nem oké. Okay. Mindenki vállalja a véleményét, és aztán, hogyha felnőtt ember, akkor viselje a következményeit. Mindeközben, én mondjuk, ilyenkor tudod a rossz zsarú, <laughs> hogyha te magad ilyen tartalmakat gyártasz, ahol te én azt gondolom, hogy valamilyen formában a benned feszültséget és ellenérzést tudod kiadni ezzel, akkor, hogyha ha meg kéne fogalmazni, akkor te meg tudnád azt mondani nekünk, hogy mi az, ami téged úgy Isten igazán bosszant, mi hoz ki a sodrodból, és mi az, amire úgy érzed, hogy feltétlenül reagálnod kell a világban? A, a celebek. <laughs> Én azoktól rosszul vagyok. A, tehát a celeb, de, de klasszikus... te is? Ugye bár celeb vagy, vagy akkor itt jön az, hogy a celeb az a teljesítmény nélküli is. Totál semmit se csinált soha, vagy esetleg egy, egy fesztiválon kigyúrva táncolt valamilyen módon, és akkor ettől valaki felfigyelt, de nem értem az összefüggéseket. Mi teljesítmény mögötte. Mert az egy az, az nem teljesítmény valaki úgy néz ki, ahogy kinéz, mert nagyon sokan néznek ki úgy, ahogy kinéznek. Álnos Fálcenege már lehúzta a 70-es években az összes bört, hogy ki vagyok gyúrva. De ez nem oké. Okay. Aki, aki jól néz ki bikiniben, hát nagyon sokan jól néznek ki bikinit. Tehát mi az extra plusz, amit én kapok azoktól a celebritásoktól, akiket itt iszonyatosan szétfutatnak, rengeteg pénzt tolnak át a zsebükön. És, és, folyamatosan címlapokra, meg mindenhova fölrakják. Én ezeket nem szeretem. Én, én, azt gondolom, hogy most lehet, hogy rám dobálni a köveket, de mögöttem vannak teljesítmények. Elmentem, a, kiutottam az Atini olimpiára sportolóként, aztán mégiscsak föléphettem különféle színpadokon, a, játék játékszínben, a Budapesti kamaraszínházban, a Víg Színházban, úgyhogy nem vagyok végzett színész. Benne voltam a 97-es Macskák Olaszországi turnéjában, úgyhogy nem vagyok végzett táncos, és tánckaros voltam műsort vezettem több tévében, sorozatban szerepeltem, tehát az valami a fajta teljesítményt feltételez, mert hogyha nagyon ügyetlen vagy, nyilván kirúgnak. De nem rúgtak ki soha se Tehát így... Mit nevezünk szerinted akkor ilyen formában teljesítménynek? Mert bár ö... Természetesen osztom a véleményedet, és ezt a műsornéző és hallgató is tudják, hogy azért nálam is ki tudja nyitni a bicska egy-egy embernek a jelenlét, indokolatlan jelenlétén. És főleg az, hogy sajnos nagyon sok mindenkire hat nem megfelelő módon, talán még ez az, ami ugye egy kicsit eszkalálja a problémakör. De hogy ettől függetlenül az ő maguk létezésével is valamit tesznek, csinálnak. A napjukban kell, hogy valami érdekelje az összes többi embert, kell, hogy legyen egy rendszere, egy valamiféle nem mondom, hogy teljesít, a produktum mögötte, akárhogy időt a videókat gyárt, vagy itt ott lefotózza magát, időbeosztás, gyereknevelés, párkapcsát, mit tudom én, tehát hogy mitől lesz a valódi teljesítmény valójában teljesítmény. Hát ugye azok, akikre most célzol, azoknak az életükbe kukkolnak az emberek gyakorlatilag. Tehát semmi más nem történik, hanem betekintést engednek a magánéletükbe, ami a, nem tudom, a nagy közönségre tartozik. Nyilván nem a hálószobában, de van, aki már élőbe szült. Tehát az is egy katasztrófa. Na mindegy. tehát a teljesítmény szerintem az nem, nem kifelé kell legyen teljesítményem, hanem a saját maga felé kell legyen teljesítmény. Mert az embernek minden nap magát kell legyőzni az előző naphoz képest. Nem mások felé kell bármit bizonyítani. Tehát hogyha én nekem van egy célom, igenis itt jön a kérdés, hogy kinek van célja, vagy nincs célja. Mert aki céltalanul bolyong a világba, azt mondja, nehéz összehasonlítani a teljesítményét saját magához képest. De hogyha van egy hosszú távú célod, nem tudom, például az, hogy legyen egy, nem tudom, egy éttermed, és akkor ahhoz előbb meg kell tanulni, nem tudom, pincérkedni, meg kell tanulni koktélt csinálni, meg kell tanulni az üzletvezetést, meg kell tanulni a mindent is, ami ennek a perifériája. És attól persztől kezdve te maga biztosan neki tudsz vágni majd egy vállalkozásnak. De hogyha nincsenek ezek a célok meg, akkor, akkor mihez képest vagy mérve? Nincs mérce. Aha. És akkor vajon mi az, ami mégis vonza az embereket abban, hogy olyan embereket kövessenek és figyeljenek, akiknek ezek a célok és ezek a mértékek, léptékek hiányoznak az életükből, vagy ezzel tudnak azonosulni? Nem kívül, tudják, mi? hogy ők nekik nincs céljuk. Hát az a céljuk, hogy pénzük legyen, semmi más, meg hírnevük. De hát az meg milyen cél? Nem? Tehát, hogyha valamit jól csinálsz, akkor annak az egyenes következménye az, hogy egyszer csak pénzt tudsz belőle csinálni. Ha, ha nagyon jól csinálod, akkor még lehet, hogy sokan meg is ismernek. Tehát ez nem lehet cél, hogy megismerjenek sokan, meg nagyon sok pénzt csináljak. Jól akarom csinálni azt, amit csinálok. És Nyilván ezek az illetők tök jól csinálják azt, hogy ezt a trest tolják bele az emberek arcába, ez a legkönnyebben fogyasztható tartalom, nem kell gondolkodni rajta, tök jó, lehet fikázni őket, lehet melléjük állni, jaj, de szép ez az aranybabakocsi, jaj, de csúnya ez a izé, nem, tehát értem, nem értem, hogy egyébként egy gyereknek nem tök mindegy, mi befekszik, tehát, nem, tehát milyen márkájú. most is tudom, pont az online lapszemlébe hoztam fel például az aranybabakocsit is, amire hivatkoztam, és volt előtte valami összefüggés, hogy hát ha az aranybabakocsinak a, a színén megcsillanó napfény vélhetően elvakította az egyént, és ezért nem látja, és nem tudja, hogy mit valamilyen valami összefüggés volt, tehát hogy Tökéletesen egyetértek vele, de, a, de mégis az emberek zabálják és szeretik, és fenntartják őket. És ugye ez talán a legbosszantóbb ebben, hogy ők ezt tudják továbbvinni, és nagyon hosszan tudnak megvezetni másokat. De Nem miért szóra. hagyjuk, hogy becsapjanak minket? Nincs más választásod, de ez van. Hát ez olyan, mint amikor megkérdezik, hogy, hogy, hogy milyen zenét szeretsz hallgatni mondjuk egy rádióba, de azt. Az, az, hogy csapódik le egy rádió kínálatában? Ne sehogy. Mert hogy alapvetően megvan az, ami a rotációba bekerül. Tehát nem a emberek fogják elmondani, hogy mi kerüljön a rotációba, hanem a kiadók, a különféle ilyen olyan gazdasági vagy akármilyen érdekek, és akkor az bekerül. És akkor abból lehet a slágeristát összeállítani. Az közben van 50 millió más dal is, ami bekerülhetne, de nem. Tehát ilyen még nem történt meg szerintem még sehol a világon, én megkérdezték volna a nézőket, hogy vajon kéne, kell le a 19. való világ. És hogyha úgy szavaztok, hogy nem, akkor nem lesz. Hát ilyen nem történik mm. meg. Tehát azt eszed, amit eléd raknak, és ettől a kezdve nincs más választásod. Vagy az, hogy ebből teljesen kimaradsz. Én ezt a utat választottam, tehát nekem televízióm úgy van otthon, hogy van rajta Netflix, nem fizetek elő semmire interneten van, aztán ennyi. Tehát én nem vagyok az az ember, aki az a megy, és akkor háttér tévézik, azt se értem, az micsoda. Mi az, hogy háttér nincs lámpa otthon? Tehát érted? Ez vagy nagy, nincs egy könyv, vagy hát egy valami, gyungság. vagy rádió. Tehát érted? mindenképpen villognia kell valamilyen mindegyik helyiségben kettő darab tévének. Jó, hát nem véletlenül hívják a médiát negyedik hatalmi ágnak, mert azért a hatása és a befolyásoló szerepe az nem most kezdődött el, hanem ugye már évtizedekkel ezelőtt elkezdődött. Na de a te szereped ebben a rendszerben. Viszont mennyire tud kiemelkedő és meghatározó lenni? Tehát azt hallom a szavaidból, hogy bánt, bosszant, és szeretnéd egy picit jobbá tenni a világot, de az van, nem akarlak elkeseríteni és semmi, nem én vagyok az első, aki ezt mondja neked, de, hogy teljes egészében véletlen nem fogod tudni ja, megváltoztatni a világot. De, Akkor neked ezzel mi a célod? Figyelj, a kínai nagyfalat nem lehet frontális támadással lebontani. Egy téglát ki lehet belőle venni. Aztán, hogyha valakinek eszébe jut még egy téglát kivenni belőle, az tök jó. Te akarjuk, hogy a kínai nagy fal Nem feltétlen, de a téglaton még kikerülhet belőle. Én jól érzem magam tőle. És hogyha olyan emberekkel tudod körülben magadat, akik mindenki a saját portáján tart rendet, akkor előbb-utóbb kialakul az a közösség, amiben vissza tudsz menni a nap végén, és akkor ott jól érzed magad, mert egész nap nem biztos, hogy olyan emberekkel vagy körbevéve olyan szituációkban vagy benne, amiben jól érzed magad, de legyen való visszavonulni. Ezt van, aki otthonnak nevezi, valaki barátitársának nevezi, mindegy, hogy nevezzük, de ott megnyugvásra lesz. Hmm. Tudnék még vele, szerintem úgy érzem, órák hosszat beszélgetni erről a témáról, de amiért itt vagy, azt is szeretném felvezetni, és az egyik videódat fogom erre használni. Ajaj. Mert hogy hát te beszéltél már a nőkről természetesen a TikTokon, nem is egyszer, nem is kétszer, és találtam egy olyan videót, ami, ami nekem így szimpatikus volt, hogy akkor ezt így felvezessük a, a beszélgetésünk során, és akkor utána ezen a száron megyünk tovább. Megpróbálom ezt így bejátszani, hát remélem, hogy fogják hallani a, a hallgatók és a nézők, majd szorosan ide teszem a mikrofonhoz a hangodat. Jó. Jó, nem elmondhatod még egyszer. Mert ez a következőképpen hangzik. Amikor rájönnek, hogy senki sem veszi őket komolyan, addig, még nincs tartásuk. A és, és ez sokszorosítva, hogyha a TikTokon fent maradunk. Szóval a lányokból el... akkor lesz nő, hogyha amikor rájönnek, hogy senki sem veszi őket komolyan, addig, amíg nincs tartásuk. Ez igaz a fiúkra is. Nem miért született ez a videó? Mert ez csak ennyi, és nincs előzménye, és nincs utóélete, illetve természetesen a kommentekből lehetne aztán egy utóéletet is, de, de akkor innen indítanám a beszélgetésünket uh -huh. egy kicsit, hogy a nőkről, és tesszük mindezt úgy, hogy ráadásul lányos apa vagy, szóval majd sok szállat fogok ebbe a kérdéskörbe becsatlakoztatni, de akkor egy kicsit most a nőkről ez a véleményed, ez hogyan fogja, fogalmazódott meg? Én arra emlékszem, hogy amikor még régen én nem tudom, a tínédzser koromat éltem, akkor, akkor volt nem tudom, négy diszkó Budapesten, és amikor elmentünk diszkózni, akkor, akkor ott ugye megvoltak azok a belső szabályai az ismerkedésnek, hogy ott nyilván összeakadott a tekint tehát nyilván akkor utána el kezdeni nagyon sokat beszélni hozzá, és akkor utána végre, ott megszólalt végre a Listen to your heart című dal a Roxettől, akkor lehetett lassúzni, közben beszélni tovább, és egy, volt egy olyan fajta ilyen, ilyen, íve az egésznek, akkor legközelebb, akkor összetelett van átunk, akkor rendezvú, tehát voltak olyan tök jó dolgok, amiken át kellett menni, ez olyan, mint a gyerek, amikor akkor, nem tudom, először felmeri a fejét, végre tartja a fejét, akkor utána jár, akkor megszólal, tehát egy csomó olyan dolgok, aminek szüksége szükséges ahhoz, hogy, hogy szerintem normális kapcsolat alakuljon ki. És ma ez gyökeresen megváltozott, totál. az első negyed óra után már intim képeket küldözgetnek egymásnak az emberek, és aztán a második randin, leginkább inkább az első, már megtörténik az ágybabújás, és aztán utána elkezdik megismerni egymást. Tehát én azt szerintem megfordult ha. ez az egész. Ha, és hozzá, ha, igen. És tökre megfordult ez az egész. És, és én, én, azt tapasztalom, hogy, hogy a, a mai csajszik elképesztően osztják alapokat mindenkinek. Tehát Pont három perc múlva küldenek bármilyen fotót magukról, pont az első alkalomkor lefeküdnek valakivel. De lehet, hogy ez nem annyira általános, de most úgy beszélünk, hogy általánosságban. Most, ja, egyszer csak megint megtámad majd ezért valaki. De hogy, <laughs> Mindig vannak kivételek természetesen. De hogy ez a fajta tartás, hogyha nincs meg, akkor nem fogja komolyan venni őket senki. Ugyanúgy fiúkba is. De szerinted ez korosztályos probléma? Tehát, hogy mondjuk beszélhetünk, a, és most már sajnos egyre fiatalabbra kell visszamennem, ez, ez tény, mondjuk 14-től, Uh -huh. Lehet, hogy már itt sem mentem elég fiatalra. 14 mondjuk 25 évet. Én azért egy 39 éves nő vagyok, értem, hogy mire gondolsz, de nem tudom, hogy vajon abban a korosztályban, ahol, ahol én vagyok éppen, ez másképpen működik-e, vagy itt is történt egy ilyen tudathasadásos állapot a nőkben, és ugyanúgy viselkedünk, mint a mai fiatalok, sőt, mondok egyébként durvábbat, 50 éves nők is ugyanezt megcsinálják. Tehát, hogy ez nem biztos, hogy egy új keletű. De, nem, dolog. nem, nem, nem azt mondom, de hogy viszont egy bizonyos kor fölött már nem tudsz edukálni, se közvetve, se közvetlenül. És ettől a perctől kezdve az már kiesik a célcsoportból, ugye? Tehát nyilván minél fiatalabbon kell ezt elkezdeni ezt a fajta edukációt. Hogyha otthon nem történik meg, akkor, akkor majd térjünk vissza, itt vissza is térhetünk, a, a bekövetem az akárkit, akkor legalább azon keresztül kapjak valamilyen fajta morális értéket. Hogyha azon keresztül nem kapok, akkor legalább olyat lássak valahol a környezetemben, ahol kapok. Tehát, hogy valamilyen fajta tartás meg, de hogyha ez nincs meg, akkor, akkor 30-40-50 éves korában sem veszi őket komolyan senki, hiszen nincs meg a bennük az a fajta tartás, amit ránézel valakire, és azt mondom, azt a betyát, milyen kisugázása van ennek a csajnak. Na akkor hát kérdezzek női szemem, Aki egyébként azt vállalom, hogy például ilyen fotókat szerintem soha az életben, és azon izgok, hogy a kislányomnak hogy fogom tudni ezt majd megtanítani, hogy ne ez legyen a fő nem is tudom, udvarlási széenz vagy nálsztánc, hogy hogyan akarok meghódítani egy férfit, de benne van a pakliba, hogy a környezetében ugye majd fog ezzel találkozni, és még az is lehet, hogy meg fogja próbálni az ember. De hogy miért érzik azt, és akkor beszéljünk most először a női oldalról, azt a nők, a csajok hogy így tudják meghódítani a férfi. Tehát miért gondoljuk azt olyan, hogy erre van szükség? Én szerintem az hogy mindenki fogyaszt dolgokat, médiát nyilván, és ez a leggyorsabb, legegyszerűbb. Ez azért érdekes, mert például ott vannak a játékok, pont volt egy ismerősöm, akivel beszélgettünk a Sims nevű játékról, és rájött arra egy idő után, miután már egy haverjával gyakorlatilag napi 16-18 órát Simszezett, hogy Baszus, én azt csinálom, amit az életben kéne csinálnom. De viszont, hogyha ott meg kell tanuljak a játékon belül egy szakmát, azt megtanulom gyorsan, meg kettő nap alatt kész vagyok, és nem tudom, autószerelő lettem az életben, meg van egy folyamata. És felroható ez egy nőnek, akiben mondjuk van egy félsz, hogy ott van egy férfi, akit ő azért szeretne meghódítani, mert valamilyen szempontrendszer szerint neki szimpatikus, és vágyna a társaságára, de azt gondolja, hogy nem tudja másképp, mert ez a trend, és muszáj ezt az eszközt használni. Az a pasi nem kell senkinek szerintem, vagy legalábbis akinek van egy pici becsülése és tartása, akit csak úgy lehet meghódítani, hogy mutogatom magamat, azt akkor nem kell foglalkozni. De van akkor ezt a ennyiteg. nőnek kell tudni. Ez szerintem igen, a pasasok ugye nyilván a könnyebb felét fogják meg az ismerkedésnek, és aztán, hogyha valaki ilyen könnyen vihető, az viszik. Kell egy tartás. És az nem tudom, hogy, hogy belső kell, hogy fakadjon, vagy neveltetésből, tehát alapból, vagy szociális környezetből, de kell egy tartás, mert nem lehet az, hogy mindenkit elviszünk a tojtój mögé. Hmm. Érted? És akkor... Az, és ott és is aztán is, még piadesztár is emeljük. Igen, fészt. és akkor ott is a srácot kezd, kezdték el ki kikezdeni, ki, ki de hogy mondom, hogy várjunk már, van egy másik oldal is itt, hogy hogy lehet az, hogy annyira rajongsz valakiért, hogy téged meg, tehát simán elvihetnek a tojtój mögé. Tehát ilyen nincsen. Tehát ez, ez, hogy Michael Jacksonnál is az, az a szituáció, ugye? De hogy milyen szülő az, aki odaengedi a gyerekét? Tök mindegy, mekkora király. Azt mondják, hogy a férfiakat ugye vizuálisan lehet a legjobban megfogni. Pontosan, de hogy közben van, akinek van agya is. <laughs> Mert nem tudom, van, van, egy ilyen, én nagyon szeretem a francia stand upot nagyon mindenről lehet stand upolni, tehát nincsen, tehát nem pisz is egyáltalán. És, és ott volt egy, egy, egy lány, akinek volt egy ilyen mondata, hogy ugye volt már olyan, hogy hogy ránéztél valakire, és azonnal meg volt az az első, és akkor utána a szerelem első látásra majd megszólalt. Érted? És aztán innentől kezdve, hogy ez nem mindenkinek esik le, hogy mi a poén ebben. Igen, tehát ez egy, ez egy folyamat azért a való életben, tehát, hogy, 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 hogy ki kell, hogy derüljön, adunk neki időt, adunk neki energiát, ugye, amit ma már nagyon kevesen tesznek meg, mert hogy egy annyira gyorsan működő világban élünk, és pont abból való félsz a nőkben esetleg, hogy nem tudom valahogy megfogni ezt a férfit, mert te megy a következőre. Hát de akkor már nem megyek a saját szintemet uh -huh. feladom, és lejjebb megyek egyel vagy kettővel. Próbálom megfejteni, próbálok azoknak a nőknek is valahogy egy kis kapaszkodót nyújtani, de akkor ezek szerint a megoldás az, hogy engedd el azt a férfit, hát mert persze. van olyan, akinek viszont ennél nívósabb az értékrendje, a morálja, a minden, és neked őt kell megtalálni. Igen, ez de hogy énnyek? közben meg nagyon nehéz, mert nyilván a fickók annyira elfeminis, nem tudom, hogy kell mondani. Elnői esetleg so sokkal de hogy igen, mert hogy közben nincs. Tehát azt hallom vissza lányismerősöktől, hogy, hogy azt is nincs egy, egy férfi a közelemben, vagy a látóteremben. furcsa. Na hát erről tudtam volna neked évekig beszélni, két hónapja rám talált a szerelem, úgyhogy most megint egy kicsit azért másképpen ő gondolkozom. Elmegyünk egy kis szünetre, és onnan folytatjuk, hogy akkor a férfiakban miért nincs meg az az elvárás, hogy a nőknek küldözgessenek nekik ilyen fotókat. Kembe szor el a vendégen, folytatjuk a szünet után. A műsorszámot a Nutriverzum támogatja. Újra itt vagyunk, Kembe Szorel Artura vendégem, akit sok szeretettel köszöntök, és köszöntöm az újonnan hozzánk csatlakozó hallgatókat is. És hát természetesen a férfi-női kapcsolatokról, kapcsolódásról beszélünk, meg a mai kor gyermekeiről, nőiről és férfiról, és aki nem hallott a beszélgetésünk itt nyugodtan a YouTube-on visszahallgathatja, mert hogy miért adja magát a következő kérdésem, az abból fog majd kiderülni, hogy nem menjek nagyon messzire vissza. Tehát, hogy milyen az a férfi, aki várja a nőtől, mondjuk a mesztelen vagy az intim fotókat, hova pozícionálják ezek a férfiak a nőket, vagy azokat a nőket, akik ilyennel szeretnének ismerkedni? Felhívni magukra a figyelmet, vagy tudom is, hogy milyenkor a motiváció? Tárgyasítják, tehát egyszerű egy tárgy. Tehát nagyjából nem hiszem, hogy más látnak benne, mert hogy ugyanazokat a karikákat csinálják meg mindenkinél. Tehát van 10-15 lehetőség, és akkor mindegyiknél megpróbálják, és valakinél meg bejön. Nyilván nehéz úgy, hogy nem, tehát ugye az elmúlt X évben, 10-15 évben azért nagyon sok olyan ember nőtt fel, meg generációk, akik mondjuk felnőtt filmeken szocializálódtak, tehát ettől a perctől kezdve mi, az, mi lehet mást elvárni tőlük, mint hogy azt kapják vissza, vagy azt szeretnék visszakapni, amit abban látnak. És ettől a perctől kezdve ugye nem segít azon, hogy a, a Tinder nevű csatorna működik, mert jobbra húzod, balra húzod, nyilván mindenki tudja, hogy oké, okay, lehet, hogy megtalál a világszerelme, de hogy alapvetően nem arról szól az egész Igen. felület, hanem az, hogy legyenek egy éjszakás kalandok. De hát ezt, hogyha így szocializálódnak generációk, akkor ezt nem, nem tud más két, mást, tudsz másra számítani tőlük, mint arra, hogy egymást tárgyként kezeljék, szexuális értelemben véve. Baj ez szerintem, Tehát, hogy az, hogy most így szocializálódnak generációk, aki ebben van, és ezt kapja gyakorlatilag, feltűnhet neki az, hogy ez amúgy így nem oké? Nem, hát az neki az a természetes. Tehát a, a őslakosok sem akarnak Nike cipőbe járni, mert nekik az a természetes, hogy nincs cipőjük. Nem tudom, az Istenek a fejükre estek című filmet láttad, amikor leesik egy coca üveg, hát az, elképesztően felbojdítja a jó megszokott ügyet és kisdobják a világ végén, hogy az a, hmm. a filmnek a lényege. Tehát aki benne van valamiben, az nem fogja azt mondani, hogy igen, ez, ez egy olyan gázszituációban, amiben, amiben benne vagyok, amiből ki kéne törni az alkoholista, és csak akkor tudja a gyógyulás útjára lépni, hogyha kimondja magáról, hogy alkoholista vagyok, vagy valamilyen függőségben szenvedek, és akkor hogy, és akkor akar segítséget. De addig, amíg ez fel sem merül, meg fel sem tűnik, meg egyébként működik a rendszer, hiszen minden héten van két új csaj, addig miért akarna változtatni rajta? Hát én például azért akarnék, mert hogy ugye kislányom van, és még ezeket a héz értékeket hordom, hogy nem így kéne, és amiatt aggódok, hogy ha egy ilyen világ lesz, akkor hiába mutatok én neki, és mondok más típusú értékeket, ha ő abban nem fog tudni érvényesülni, ha ő abban nem fog tudni mondjuk adott esetben párt találni magának. Én azt látom, hogy ez ugyanaz probléma mint a TikTok, hogy megvan, az, megvan, a helye. Nyilván nehezebb belekerülni, mert egy tressel pikpak összegyűjtesz százezer követőt. Ami nem tres, azzal nagyon nehezen gyűjtesz össze százezer követőt, és ugyanez lesz. Tehát, hogyha majd megvannak azok a, a, morális irányelvek és a tóligek egy gyerek tekintetében, amit te úgy úgy gondolsz, vagy én úgy gondolok, hogy na azt már elébb túl, de ezen belül mozogjál, neki az lesz a természetes. Nyilván nehezebben is találja meg a párját, a társát, de azt jobban meg is becsüli. Tehát nem tudom, hogy jó fogalmazok. -e. Értelek, persze, és közben ugye gondolkozom rajtad is olyan szempontból, hogy bár ez nem egy bulvár műsor, nem tudom, hogy most férfiként van-e társad, meg van -e a párod, vagy tapasztalod azt, hogy mennyire nehéz helyzetben vagy, hogy párt találni egyáltalán, és ott vagy, mint apa, ugye az előbb is utaltam rá, hogy a kislányodnak is ugyanezt megmutasd, és most két generáción keresztül haladtok, és próbáljátok férfi-női viszonylatban elhelyezni magatokat a világban, egy picit most még talán te őt. Uh -huh. Na, de hogy hogy, 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 hogy csapódik ez le nálad, és miben tudod őt szerinted jól segíteni? Hát nehéz dolog, mert az kéne egy állandó partner, vagy egy társ, aki, aki lát mellettem, de most nincsen mióta, ott, nem vagyunk együtt az édesanyjával, még nincs, Én nem gondolom azt, hogy még, még morálisan, meg mentálisan én még arra kapható vagyok, hogy, hogy, hogy valakihez összekössem, vagy valakivel összekössem magamat, de hogy ez egy fontos dolog lenne, hogy lásson, valakivel női férfi viszonylatban egy gyermek. Mert hogyha ezt nem látja, akkor csak azt látja, hogy én itt vagyok, az édesanyja meg ott van, és nincs mellettük senki más, és ez így szerintem nem annyira oké. Okay. Nyilván ez egy saját felelősség, de hogy én még továbbra sem érzem magam még készen arra, hogy megint összekössem magam valakivel. Nyilván ez egy trauma, meg stb., de hogy annak sincs értelme hogy hogy viszont aki meg éppen felmerül az életemben azt meg mindig bemutassam neki mert hogy akkor neki lesz egy trauma amikor majd nem mm -hmm. lesz mert nyilván tudod jól hogy nem hosszú távú az ami amiben belekeveredt hirtelen és az a gyereknek nem jó hogy kötődik valaki ez két hónapig akkor megint kötődik valaki ez két hónapig megint ez, akkor az lesz a természetes hogy folyamatosan cserélődnek a partnerek én azt akarom neki bemutatni majd aki akit majd komolyan gondoljuk egymást és akkor itt ugye a te felelősséged az ebben rejlik, hogy bár ugye nem tudod neki megmutatni az állandóságot, ami jelen esetben viszont a mai világrendjét támasztja alá, hogy hát ugye az ember él és próbálkozik és keresgél hosszabb, rövidebb megoldásokban, de nem tudod neki megmutatni közvetlenül, akkor legalább annyi, hogy megteszed azt, hogy csak azt fogod neki bemutatni, Persze. akire úgy gondol. Tehát, hogy ez a szülői felelősség. Persze, szerint... én, nem, is értem, hogy hogy a francban lehet azt csinálni, hogy, hogy tehát fél évente szerelmesek, és akkor már, már gyerek közös program, akkor megint fél év múlva szakítom, megint jön egy ember, 13 perc múlva megint megmutat. De hát ezt sugározza az összes bulvár, mert mindegyik celebritásunk, és visszatérünk a, a folyamatosan szerelmes, folyamatosan szakít, 65 mozaik család már, nem tudom, ez annak a gyerekének az annak a gyereke, és a akkor oké, okay, hogy ez egy működőképes modell tud lenni, de hogy ez folyamatosan azt látod, hogy itt mindenki csere szavatos, és akkor eldobjuk, nem mint tök lényegtelen, akkor jön egy másik szerelmes, vagyok gyereket szününk Hú, megint, és akkor az is még mutálódik tovább, és akkor lesz egy olyan család, amit nem is látsz át, de hogy egyik gyerek sem tudja elhelyezni szerintem ebbe magát. Nyilván lehet mondani azt, hogy ez egy család, de nem az a családja, az alap kiinduló a családja. Én így látom. Na ja, mondjuk igen, ebben az a nehéz, hogy azért a telebek ki vannak annak téve, hogy hogy, hogy, róluk ezt láttassák és mutassák is. Most tudom neked mondani, és saját szempontból, hogy önszántukon kívül is alakulhat így az a helyzen, de hogy ettől függetlenül vajon rajtuk keresztül válik-e rosszá, vagy ez ugyanúgy ott van a háttérben, a nem látható életeknél is, és akkor meg igazándiból persze nem csak ők tehetőek ezért felelősen, mert mindannyian egy picit felelősek vagyunk érte. Persze, de hát az a baj, hogy ez a természetes, úgyhogy nem küzdenek most nagyapám, meg nagyanyám egyik egész életükben együtt voltak. Lehet, hogy most arra azt mondja valaki, hogy jó, de hogyha nem működik, valami azt szét kell szedni. Oké, okay, de hogy ők működtek. Lehet, hogy a háttérben voltak surlódások, de mindenkivel lesznek surlódások mindig. Tehát olyan nincsen, hogy, hogy mint flortomi, nagyon szép dala, két pici legó, és akkor az pont passzol, és soha többet nincsen izé belőle. Ez mindig van feszültség, és ezeket kell kezelni. Valaki tudja kezelni, valaki nem tudja kezelni, és akkor innentől kezdve vagy szétmennek, vagy együtt maradnak úgy, hogy vesz feszültséget teri kapcsolatban. Szerintem sincs értelme, de hogy inkább akkor két olyan mentálisan azonos szinten lévő emberek kéne kapcsolatban lenni, akik, akiknek ugyanaz a vélemény a világról. Nem hmm. tudom. Ez Meg kicsit csőség. mesélsz nekem arról, hogy milyen egy apalánya kapcsolat, mert hogy a, ugye a beszélgetésünket ilyenkor megelőz egy szerkesztői háttérbeszélgetés, uh -huh. és Vivko ki is írt nekem egy olyan gondolatot, amit te mondtál, hogy, és ez így hangzik, hogy jobban tudok a kislányommal érzelmileg kapcsolódni, mint nőhöz. Hát mondjuk erre én azt mondom, hogy természetes, hisz, mint egy idegen nőhöz, vagy egy másik nőhöz, lehet, hogy én ezt még Igen. ide így bele is tenném akár, hiszen ő a véred, ő a te lányod, tehát értelemszerűen van egy közelebbi kapcsolódás köztetek. Na de, na de milyen egy igazi apalánya viszony szerinted? Fél nekem az összes érzelmi töltetet megadja, amire szükségem van ebben az élethelyzetemben. Tehát a, a maga hisztiaivel, mert nyilván megvannak ugyanazok a helyzetek, de hogy ilyen mini nő egy igazából. Tehát lehet, hogy ő általa majd egyszer csak majd lesz egy olyan nyitottság bennem, hogy, hogy mindenfajta súlódást is elfogadva valakit elfogadjak, ugye a társnak, de hogy most őt nem, az, nem volt választásod, tehát alapvetőleg van egy gyereked, az tényleg a véred, és akkor el kell fogadni olyannak, amilyen. Mert nyilván az a viselkedés, meg az a, az a vele habitus, az belőled is van. Tehát, hogyha őt nem fogadod el, akkor saját magadat se fogod elfogadni. És ettől a perctől kezdve már nem zavar a hisztie, elfogadom. Tudom, hogy mit kell csinálni, hogy megnyugtassam. De régen nem voltam ilyen, mondjuk párkapcsolatokban, hogy, hogy tudom, hogy elég meg, megölelni nem kell beszélni hozzá egyáltalán, és megölem, megnyugszik. Én régen nem voltam ilyen, folyamatosan még, még, hosszabbítottam azt a problémát, amiből volt a feszültség, és ahelyett, hogy megöleltem volna. És ezt már megtanította De, és, és nem, nem taktikailag csinálom én ezt, nem érzelmének tudom, jó, összebalhézunk, bemegy a szobájába, ha jó van, akkor puf, bevágja az ajtót, akkor tíz perc múlva kijön, megöleljük egymást. Nem azért, mert taktikázunk, hanem azért, mert úgy érezzük. Szóval szerintem de, ja, nehéz milyen az apalánya kapcsolat. Tehát szerintem milyen? Hát nyitott kell egymás felé viszonyulni, meg, meg, nem, nem baj, hogyha összevesztek, az se baj, hogyha nagyon nem vesztek össze. Tehát így, úgy jó, ahogy van. Úgy jó érzi magát benne az ember, ahogy, ahogy van, és aztán nem kell azon gondolkodni, hogy jó apa e valaki, vagy jó anya e valaki, az úgyis csak húsz év múlva derül ki. És az úgy jó, ahogy van, ra, van igazából nem igaz mondjuk egy férfi-női kapcsolat, egy pár ezek szerint? De, normálisan úgy kéne lenni, de hogy, tehát ez meg kell érni, meg föl kell fogni, hogy úgy jó, ahogy van. E mert hogyha ez nincs meg zsigerileg, akkor, akkor folyamatosan az majd, hogy, hogy dolgozok azon, hogy úgy, le, tehát hogy meg legyek elégedve ezzel. Hogyha nem zsigeri, akkor, akkor abból utóbb szerintem feszültség lesz. Hogyha, tehát nem, nem, lesz ugyanaz a, az érdeke mind a két félnek. Nem is tudom, hogy Mike Tyson mondott valamit, nem sokat szokott beszélni, meg nem is túl túlérthetően mondja el, hogy, hogy amikor, Ugye minden fiú az anyját keresi a, a, a párokban, a, a potenciális jelöltekben, de hogy az az a probléma, hogy az édesanyád az minden mozdulatát és mindent, amit tett vagy tesz, az érted van a pár aki esetleg majd lesz az mindent amit tesz az nem feltétlenül csak érted van hanem vagy saját maga miatt vagy a kapcsolat érte. de érted nem biztos hogy feltétlenül minden mozdulata szól és ettől a persztől kezdve így rossz irány az szerinte mm. legalábbis Mike Tyson szerint de van benne igazság szerintem is hogy hogy, hogy ha ilyen úton halad, kezdi a, a társkeresést valaki akkor akkor lehet hogy rossz úton jár. Talán igen, a feltétel nélküliség, ami mondjuk egy anyagyermek, az egy ülőgyermek kapcsolat, ugye benne van, amit egy igen. pártól nem fogsz megkapni, vagy nem is várhatod talán, persze, hogy nem. És te figyelsz arra, vagy gondolkozol abban, hogy őt, mint lányt, mint nőt, hogyan segítsd az úton, akár ugye majd a férfiakkal kapcsolatban, hogyan gondolkoznak a férfiak, meddig lehet? -e? Mondom én neki, persze, mindent mondok neki. Tehát egy. Fel, Próbálom felvértezni, hogy lesznek olyan pasik, mint amilyen apád volt. <laughs> De hogy igen, de hogy közben én most már tudom, hogy mit mit csináltam úgy rosszul, meg, meg tehát most már retteltesen sajnálom a múltat, hogy, hogy hogy viselkedtem én, mert nem voltam korrekt ember semmi minden esetben. És ezt, ezt így nyilván azóta, mióta van egy lányom, azóta realizálódott bennem, egy hogy basszus, hogyha ezt vele megcsinálják, én biztos, hogy főhúzom egy lámpavasra. És na, innentől kezdve beszélgettünk arról, hogy én mit csináltam, de az nem oké, okay, mm -hmm. hogy az a normális, hogy és Tehát ilyeneket azért el, elmondok, és tök egyetért velem. Meg hát ugye nyilván a, a nőiségéből fakadólag már már vannak olyan dolgok, amik, amiket mondjuk csak ilyen filmekben látsz, hogy hogy, hogy Bemegy egy boltba a feleség, és akkor a pasas ott ül, de ez is ilyen sztereotipizált, hogy én nem a pasi megy be a boltba, mindegy. <laughs> be, 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 be a boltba a feleség, a pasas meg ül, és akkor telefonozik, amíg ki nem jön egy csomó ruhával, de ugyanezt megéljük a lányommal. Tehát ő, amikor tudom, hogy neki kell, nem tudom, hosszú nadrág, hosszú jó vagy akármilyen ruha, akkor ő bemegy a boltba, én meg megvállom előtte, <gül> <gül> és aztán utána mondja, hogy ezeket fölpróbál, és akkor megkérdezi, tetszik-e, mondom, hogy nem, akkor összevitatkozunk, hogy miért nem, aztán az jó, oké, meg, megtalálja a szettet, és akkor azt megvásároljuk. Szóval, van egy olyan jellegű, úgy érzem magam, mint hogy egy mini feleséggel lennék együtt. De tényleg. Nem akarok kukacoskodni, de egy pillanatra viszont általánosabb a férfiakhoz visszacsatolnék, hogy ugye persze, hogy most már keresztre feszítenéd azt a férfit, aki mondjuk a te kislányoddal ugyanúgy viselkedne, és ezt mondod, mint ahogy te, amilyen voltál korábban. Na most akkor nem lehet, hogy ez feloldozza azokat a férfiakat, akik egyébként várják a mesztelen képeket a nőktől, pörgetik a csajokat, pörgetik a tindert, mert hogy megvárják, amíg megérkezzen az a nő az életükben, aki valamiért eléggé fontos tud számukra lenni, hogy megadják azt a tiszteletet, hogy nem ezt várom tőle, hanem amúgy tényleg most már a lelkedre, meg az eszedre is kíváncsi vagyok. Igen, a... de ezt tudatni kéne akkor az elején, de hogy általában folyamatosan megy a porhintés nagyon sok esetben, hogy hogy igazából te arra vagy, tehát arra van szükségem, hogy, pont, és akkor az le van tisztázva a játékszabály hmm. az elején, nem tisztázzák le, és és nyilván egy nő érzelmileg hamarabb bele tud bonyolódni egy testiséget igénylő rendszerbe, mint egy férfi. Mert hogy az egy egészen másképp működnek ezek ugye a két nemnél. Igen, ezért is kérdeztem azt, hogy mi van akkor, és próbáltam a csajokat is felmenteni ebben, hogy ha az abbéli vagy, hogy ők szeretnék ezt a férfit, az ebben ölt testet, hogy akkor így próbálják az újuk körét csavarni, mert ma ez a trendi. Igen, csak aztán, egyszer csak valaki érzelmileg involválódik, és aztán onnan már nehéz ebből kiszállni. Uh -huh. Tehát, hogyha a, a, a pasas azt mondja, hogy figyelj nekünk barátság extrákkal, közben oké okay, a másik oldalról is, és akkor utána csak belekeveredik az érzelem. És onnantól kezdve ez nem barátság extrákkal. De Teh akkor az oké, okay, ebben a működésben, hogyha egyébként mindenki tudja a körülményeket, a másik elvárását le van tisztázva. Tehát, hogy akkor nekem el kell mondani, figyelj, én úgy találkoztam vele, hogy amúgy komoly kapcsolatot keres. Na akkor ilyenkor, hogy a férfi az ugye fejvesztve menekül, meg. tehát hogy joggal nem mondod ezt el az első rondin, de még lehet, hogy a másikon sem. A férfitől meg elvárjuk ugyanezt, hogy azt mondja, hogy komoly kapcsolatot keresek, vagy mondjuk csak egy éjszakás kapcsolatot, és akkor innentől kezdve viszont nyílt lapokkal játszunk. Tehát ez hiányzik szerintem. Szerintem a esetben. nyitottság persze, mert mindenki kamuzik. Tehát elképesztő módon. Nyilván a, a, társkereső oldalakon fent lévő férfiaknak szerintem a túlnyomó többségek kap párkapcsolatban van, vagy házastársi viszonyban, és emellé keres valamit, amit otthon nem kap meg tehát akkor meg menjél szét, és akkor utána szabadon tudsz. Tehát érte, nincsenek meghozva azok a döntések, és kimondva azok a játékszabályok, amelyek alapján normálisan tudnak működni. Pasasok meg nyilván vadász ösztönne ellátott illetők, és akkor egyszer csak, hogyha ezt megcsinálhatja, meg is fogja csinálni de nem mindenkivel, akinek van tartása, azzal mm -hmm. nem tudja. Mondjuk ezt a részét, amit most megint témaként felhoztál, sosem értem, hogy miért könnyen fenntartani egy házasságot és fenntartani egy szeretői viszont, vagy több akár, én nem látom könnyemnek. Tehát amilyen sztorikat látok, hallok magam körül, az egyetlen, az, hogy annyira megbonyolítja az életet, hogy nem értem, hogy miért nem jobb esetleg egy nem jól működő kapcsolatból kilépni, és úgy élni az életedet, ahogy az neked is jó lesz, meg majd vélhetően egy következő társnak. Hát azért, amiért nem mondják el a játékszabályokat az elején mert nem hozzák meg a döntést, és nem is akarják, mert jó van az úgy. Tehát nincsen, nincsen, meg az a kellő bátorság, meg az a kellő idézőes tökösség, már bocsánat a kifejezésére, hogy elmondja otthon. Uh -huh. Meg hogy folyamatosan a, a, a ugye anyagilag, vagy hogy házastársi viszonyban vagytok, akkor nyilván előbb-utóbb lesznek közösen szerzett vagyok, nem vagyok jogász, csak, hogy hallom csak egy hallom egy csomó jól. helyről, csak és akkor utána, utána jön a matek, hogy akkor, na akkor, hogyha majd mi szétmegyünk, akkor ki lesz a ház, ki lesz a nem tudom mennyi gyerektartás, úgy, így, mert, mert csak a matek alapján működnek szerintem a dolgok. Lehet, hogy aztán utána megint ez is megköveznek, hogy nem, mert mi nem akarunk osztozkodni, még nem a matek a lényeg, de szerintem nagyon is az a lényeg. Azért nem válnak el. Aha. mert hogy utána el kell kezdeni szétdobálni a vagyont, és aztán nem akarja senki. És szerinted az egy valid tényállás manapság, hogy ugye azért a nők egyre erősebbek, egyre több területen tudnak helytállni és bizonyítani, és hogy azzal viszont, hogy ők erősödnek, és igazából csak a helyüket keresik a világban, és szeretnének teljesíteni, és ugyanúgy elismerésre vágynak, mint korábban a férfiak, amit többet megkaptak, azzal is most elnézést erős szót fogok használni, amúgy tényleg kiherélik a férfiakat? Azt, aki, aki nem férfi, azt ki lehet herélni. Egy férfit nem lehet kiherélni attól, hogy valaki megtalálja a helyét a világban. Tök oké. Okay. Mindenkinek van helye a világban, hogyha a keresés megtalálja, akkor az tök jó, a, 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 akkor működik az egyensúly. Akit ezzel ki lehet herélni, hogy a nők sikeresek, vagy esetleg főnökök lesznek valahol, az nem volt sose férfi. Vagy jobban keresnek, ugye? Hát az tehát nem volt sose én... férfi. Tehát én hát szerintem... Nagyon sokan felrólják ezt a nőknek ma egyébként. Én nem egyszer, nem meg kétszer tapasztaltam, tehát ezt tényleg innen tudom mondani, hogy úgy ismerkedsz meg valakivel, hogy ő tudja mondjuk esetemben tényleg, azért szeretek magammal példálózni, mert akkor azzal nem bántunk meg senkit, hogy a médiában dolgozom, hogy milyen közegben vagyok, hogy milyen feladataim annak, hogy hogyan teljesítek, hogyan készülök egy műsorra, stb. stb. És ami addig még mondjuk kecsegtető volt, meg izgalmas, egy idő után problémává válik, hogy mennyit keresel, hova jársz, kikkel vagy együtt, kikkel találkozol, ami a munkádhoz tartozik. Uh -huh. És akkor én ilyenkor mindig néztem, hogy ne, nem értem. Hát én ezt a batyut hoztam magammal, mi ezzel a problémával? Hát te leosztottad a lapokat, ezek a lapok vannak, a pasosnak meg valószínűleg akkor, akkor önbecsülési problémái vannak. És ezt tehát... most azért mondom, hogy általánosítva egyébként nem csak rám vonatkoztatva Persze. értelem, szóra, viszont több nő találkozik ezzel, cégvezetők, lehet, hogy egy HR igazgató, lehet, hogy egy marketing vezető, tehát nem kell most a médiában gondolkodnunk. De van egy biztonság mögötte, amit ő felépített adott esetben egy 40-50 éves nő, hát azért oda idő eljutni. Valamit csinált. Igen, 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 <laughs> igen. És hogy ez szerintem egy kicsit bántó a nőkre nézve, hogy még mindig megpróbálják sokan visszanyomni őket egy olyan szintre, amire azt gondolják, hogy ott van a helyük. Nem, nem, nem érzem figyel, Én Nem azt gondolom, hogyha valaki, mert hogy ha ezek valaki ezek a nagy top menedzserek csúcsvezetők, ezért ez egy olyan világ, ahol rengeteg pénz megy, iszonyat nagy teher, nagy felelősség, stb. És ebben a szűk, ebben a szűk klikben, hogyha valaki bele akar kerülni, azért megküzd. Mert hogy nem engedik bele, nem azért mert nő, meg férfi, hanem azért, mert nem akarják, hogy konkurenciájuk legyen. És ettől a persze kezdve, hogy az a nő, aki ebbe bele tud kerülni ebbe a körbe, annak ott van a helye mert teljesítmény alapú. Ez nem olyan, mint hogy a, a ranglétra alsó fokaim, vagy ismersz valakit, vagy szereposztott diványozol, vagy valami, hogy akkor bekeveredsz egy helyzetbe, és akkor ott majd a munkatársaid úgy is megoldják a saját tapasztalataikból kifolyólag a szakmai dolgokat, hanem ide azért bele kell keményen menni. Tehát ez egy iszonyat nagy csata ott fönt a csúcson. Nem engednek mindenkit be. Aki ott van, annak ott a helye, és aztán utána lehet mondani, hogy azért mennő nem. Azért mert megküzdött érte. Lehet, hogy lejjebb, mondom, a a ranglétra a legalsó uh -huh. első két fokán ott működnek ezek a, hogy azért mennő és akkor kapja a kvóta szerinti dolgokat. De hogy itt, itt fönt nem. De ez semmiképp. Kicsit segítsük már kérlek itt az utolsó néhány percben a férfiakat is ezen az úton, mert most azért próbáltuk a csajokat szerintem egyrészt megerősíteni abban, hogy mit jelent az, hogy, hogy megadni saját maguknak is akár a tiszteletet, de hát akkor a pasikat is segítsük már be, hogy hogyan tudnak elfogadóbbak lenni, akár az erős karakán határozott nőkkel, vagy, vagy, vagy saját magukkal, hogy utána elfogadóbbak tudjanak lenni meg, igen, ez egy nehéz kérdés, mert alapvetően aki a vezető beosztású, de egyébként én szóvastam valami kutatást vagy kimutatást erről, hogy a nagyon-nagyon hogy a, a nagy hatalommal rendelkező emberek, a csúcson, a top menedzserek ezek, ezek általában a szubmisszív beállítottságúak a magánéletben. Tehát ezt nem, nem tudja hazavinni minden áron az, hogy ő a főnök. Szerintem ott pont van egy ilyen, ilyen skizoid helyzet, hogy otthon viszont nem ő az. Lehet, hogy hülyeséget beszek, de ez volt leírva ebbe a tanulmányba. Egyébként meg el tudom képzelni, hogy tök valid ez az egész ügy, de hogy de az vissza kéne venni a, az egóból. A, a több száz éves leosztott lapok ugye megváltoztak, de nyilván a 20. század, nem tudom, derekán talán, és, és, és ez nyilván nem esik jó sok mindenkinek. Hát és akkor mi van? Tehát forog a föld, reggel föl kell a nap, lehet, hogy az se esik jó valakinek, hogy föl kell a nap, de hát föl fog nem, nem történik De például, más. hogy te, aki így gondolkozol, ezt mindig is hoztad magaddal, vagy neked is egy folyamat volt, amiben így ez kialakult? Ne, nekem ugye a családi hátterem az egy ilyen, multikulti, mondjuk így, mert édesanyám részéről ugye van szerb, német, zsidó, uh, most tudom még valami, mert magyar nyilván, és a apám részéről meg kongói, tehát azért itt azért van egy mix, és nekünk, uh, nekem az volt a természetes, hogy hogy, uh, a nagynéném mondjuk Kongóban, ő megcsinálja a saját kis bizniszét. Jó, más a világ ott azért, mindenki ügyeskedik, elad, vesz, nem tudom mit csinál, piacozik, és megcsinálja a saját bizniszét, van a saját pénze. Úgyhogy ettől függetlenül még a, a nagybátyám dolga eltartani a családot, tehát hivatalosan, ugye a, a klasszikus nemi szerepek szerint. De, ő megcsinálja a saját kis üzletét, nem uh, szorul rá másra. És uh, nagyon szépen működik ez uh, otthon, tehát szoktam mondani, hogy nagyon furcsa egy ilyen, egy ilyen félpatriarha, félmatriarha uh -huh. rendszer van, mert hogy igazából a pasas a góré, de hogyha bemegy a házon belül, ott a nő. Tehát ott nincs olyan, hogy ott a, a pasas megmondja, hogy hogy mi történik a házon belül, hogy mi a, mi a felosztás. Hogyha nincs lerakva az a mennyiségű kp, amihez, ami elég a tizenakárhány gyereknek az etetésére, akkor abból feszültség van. Lehet több feleséged, ha ugyanolyan szinten tartod előtt, mint a másikat is. És akkor utána királykodhatsz, hogy oké, okay, van három feleség, jó van, csak az háromszor. Hát így ezeket így el kell, el kell dönteni, és akkor inkább nincs annyi, annyi feleség. Inkább nincs annyi, egy emberre koncentrálódnak. De ott nincs ego. Afrikában nincs ego. Itt van Európában ego, és ez ez az zavaró, és éppen ezért lesznek ezek, vagy vannak ezek a súrlódások, hogyha megjelenik egy nagy hatalmú nő, aki a van a csúcson, akkor, akkor ugye előbb-utóbb összesugás van. ez egó kérdés, mert tudjuk jól, hogy a csúcsra följutni teljesítmény. Hmm. Szerinted hova vezet a világ férfi-női kapcsolat? és szerepek szempontjából, és most szigorúan a párkapcsolatra gondolok, tehát, hogy tudjuk szűkíteni, és te is tudsz szűkíteni a válaszodan. Mert azért beszéltünk ma már Tinderről, beszéltünk a, a pozícióról, beszéltünk ugye a szülői mi voltunkról, meg egyáltalán a násztáncról, az ismerkedésről, és egy olyan világ felé tartunk, amúgy nem véletlenül kérdezem ezt tőled, csak hogy tudd a hátterét, hogy keleti Artur érkezik majd hozzám, és arról fogunk beszélgetni vele, hogy az MI az mennyire fogja -e megváltoztatni így a férfinői kapcsolást, és, és ezt még nagyon kutatják és keresik hmm. ezt a területen. De ez ma itt van, tehát ez a folyamat elkezdődött. Én, én tartok attól, hogy ugyanúgy fogunk járni, mint a Simpson, hogy egyszer csak ott nagyon sokan elkezdik élni az életüket egy virtuális személlyel, és aztán azt meg úgy programozzák, ahogy ők akarják és már is megvan az, hogy hogy van kikerülve az összes konfliktus, az összes olyan dolog, ami vele járója egy párkapcsolatnak. Mert lesz egy tökéletes mesterséges intelligencia, ami arra van, hogy téged kiszolgáljon, és parádé, mindenki örül. Remélem, hogy nem megyünk ide, vagy nem jutunk el ide, de hogy szerintem, hogyha ez így a, a filmes tapasztalataimat nézve egy kicsit kontehozhatok, akkor el eljuthat ide, de bízom benne, hogy nem. Bízom benne, hogy még lehet majd még úgy ismerkedni, hogy hetekig kell fűteni a, a kislányt, és mondani neki, és mondani, és találkozni, és mondani, és aztán utána majd beadja a derekát, és nem az van, hogy jobbra húztalak, akkor más telefektetlek. Uh -huh. Vagy balra? Nem, tudom. nem, szóval nem, nem vagyok fönt. Vagy Jobbra vagy balra, igazából itt a, a, az időtényező volt a hangsúly. Hát kíváncsi vagyok, hogy hogyan alakulunk, és lehet, hogy majd pár év múlva megkérlek, hogy gyere hozzám vissza és beszélgessünk no, akkor ezekről a dolgokról. Most el kell, hogy köszönjek tőled, illetve a rádióhallgatóktól is, de köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, és elfogadtad a meghívásomat. Én köszönöm. Egy élmény volt hallgatni, és remélem, hogy ha más nem, akkor tényleg egy kis ilyen gondolatmagot sikerült előtetnünk a, a nézőink fülébe fejében, és aztán majd meglátjuk, hogy hogyan alakítjuk így közös erővel a világot. Kembe Szorel Artur volt a vendégem, nagyon köszönöm, hogy itt voltál velem. Köszön. Én pedig nagyon köszönöm mindenkinek a figyelmet, hogy néztetek minket és hallgattatok bennünket Szellák Vivien szerkesztőtársam nevében, és Kátai Kristóf nevében, aki ma itt volt velem a stúdióban technikusként. Várunk benneteket jövő héten is. Szép napot mindenkinek, sziasztok, viszontlátásra, viszonthallásra. A műsorszámot a Nutriverzum támogatja.